Köszöntöm a nézőinket. A Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájával együttműködve interjúsorozatot indít szakmahorizont címmel. Beszélgetéseink alkalmával az iskolák igazgatóit kérdezem olyan témákról, mint a felnőttek szakmai oktatása, a nappali képzések vagy akár a duális képzés. A Szegedi Szakképzési Centrumnak jelenleg 10 iskolája van, 20 telephelyen rendelkezik, és egy önálló vizsgaközponttal, így a Dél-Magyarországi Régió legjelentősebb szakképzési centruma. 21 ágazatban 75 szakmára készítik fel a tanulókat. Fő céljuk pedig, hogy minél többen tanuljanak szakmát. Ma a Szegedi SC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium igazgatónőjével, Angyalné Kovács Anikóval és a Szegedi SC Móravárosi Szakképző Iskola igazgatójával, Feketű Bélával beszélgetek. A mai témánk a felnőttek szakmai oktatása. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük, köszönjük szépen a lehetőséget. A mai első kérdésem az lenne, hogy pár mondatban mutassátok be az iskolátok profiát. Anikó? A mi iskolánk egy hat éve működő újabb intézmény Mórahalmon a felnőttek szakmai oktatásában több ágazatban képzünk. Az egyik legjelentősebb képzésünk az a turizmus vendéglátás ágazatban, pincél vendégtéri szakember, szakács, illetve cukrász képzés. De képzünk még a másik nagyon fontos és jelentős ágazat, ez az, az egészségügy, ahol rehabilitációs terapeutákat képzünk, ennek a kimenete gyógymasszőr, illetve fizioterápiás asszisztens lehet. Ezen kívül e, szoftverfejlesztői és tesztelők is vannak még informatika távközlés ágazatban, illetve lehet nálunk tanulni még sport ágazatban is. E, jellemző módon, ugye egy sportedző, sportszervezőket képzünk, ahol a sportág megjelölésével lehet eleve jelentkezni. Jellemző módon nagyon sokan jelentkeznek képzésre. Béla, nálatok? A Moravárosi egy régi intézmény, 140 éve foglalkozunk szakképzéssel. Tulajdonképpen amióta Szegeden elkezdődött a szakképzés, az Iparos Tanonciskola 1884-ben jött létre, azóta ennek az iskolának, ha úgy tetszik, a jogelődjeként induló képzésből nőttünk mi ki. Úgyhogy hat hatágazatban technikumi és szakképzőiskolai képzésekkel foglalkozik az intézmény, és elsősorban a város, illetve a megye néhány szakmában nagyobb régiónak a beiskolázási körzeteként tekintünk mi a, a általános iskolásokra, illetve a felnőttekre. Hat ágazatban, több mint húsz szakmában várjuk a jelentkezőket. Anikó már említette, hogy milyen szakmákat kínálnak a felnőtteknek nálatok milyen szakmákra lehet jelentkezni? Nálunk a technikus képzésben, az épületgépészetben az épületgépész technikus, a vegyiparban a vegyipari technikus, a szépészetben a fodrász és a kozmetikus technikus, illetve az elektronika és elektrotechnika ágazatban pedig az erős elektrotechnikus az, amire várjuk az érdeklődőket. A szakképzőiskolai képzéseinkben pedig hegesztő, kőműves, burkoló, festőmázoló, tapétázó, szárazépítő, szigetelő, ács, illetve a villanyszerelő, központi fűtés és gázszállózat rendszer szerelő és a hűtő és rendszer szerelő azok a szakmák, amik a klasszikus moravárosi szakmák. Ugyanakkor nyitottak vagyunk bármilyen más lehetőségre. A felnőttek számára például munkaerőpiaci alapú képzéseket is tudunk indítani, Két évvel ezelőtt ortopédiai cipészképzésünk képzésünk volt, amely országos beiskolázású volt, vagy most szeretnénk a nyomdaiparban képzéseket indítani, hiszen a nyomdáknak munkaerő utánpótlásra szükségük van, és hát úgy tűnik, hogy erre is volna érdeklődés, úgyhogy a kínálat az, az rugalmasan változik. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy jelenleg milyen szakemberekre van szüksége a munkaerőpiacnak, de ezt most megválaszoltad. Milyen feltételek mellett lehet hozzátok jelentkezni? A technikus képzésnél az érettségi vizsga megléte az a feltétel. Egyébként természetesen magának a bizonyítványnak a bemutatása már a jelentkezésnek az alapjához szolgálhat. A, a szakképzésskolai képzéseknél pedig az általános iskolai végzettség az, a, az az alap, de életkortól függetlenül gyakorlatilag a tankötelezettség teljesítése után bárki jöhet a, a felnőttek szakmai oktatásába. Anikó, ezeket a szakmákat munka vagy egyetem mellett is elsajátíthatják a jelentkezők? Így van egész pontosan, tehát a felnőtteknél ugye ez egy különös tulajdonsága a felnőttek oktatásának, hogy munka mellett, illetve akár egyetemi tanulmányok mellett is ezek végezhetőek. Nagyon sokan megszokták tőlünk kérdezni, hogy ha egyetemre jár, akkor ingyenese a képzés. Igen, tehát abszolút összeegyeztethető egymással az egyetemi órák, illetve hát a munka világa is. Igen, ez nagyon fontos, hogy kiemelted, hogy ingyenesen végezhetőek ezek a képzések. Kiknek ajánljátok? Um, hát alapvetően ugye egyrészt azoknak szoktuk ajánlani a felnőttek szakmai oktatását, akik egy szakmát szeretnének elsajátítani esetleg munkahelyet váltanak például, és az új munkahelyen szükségük van a végzettség megszerzésére, de fordulnak hozzánk olyanok is, akik már elhelyezkedtek, és ott a munkahelyen kérik, hogy utólagosan szerezzék meg a végzettséget. Hát ez az egyik, de egyetemi hallgatóknak meg azért szoktuk ajánlani a képzésünket, mert nagyon sok olyan lehetőség van, amivel az egyetemi tanulmányokat ki tudják egészíteni, illetve be tudjuk számítani azt, amit ott tanultak, Például tipikus ilyen ágazat az egészségügy, ahol mondjuk számos gyógytornász jön hozzánk, vagy valamilyen egyéb egészségügyi végzettségű tanuló, akik röviden, rövid idő alatt meg tudják szerezni nálunk a rehabilitációs terapeuta valamelyik szakmáját. Béla, mit jelent az, hogy intenzív képzés? Az intenzív képzés azt jelenti, hogy a klasszikus két év helyett rövidebb idő alatt tudják a szakmát elsajátítani a jelentkezők, de az óra szám az a két éves képzés számának megfelelő, tehát magyarul többet járnak iskolába egy-egy héten, mint hogyha a két éves képzési idő lenne a, ez az alap. Tehát több ideje van? Így van, ez jellemzően egy fölmérés eredményeként szokott kiderülni, hiszen a jelentkeztetéskor már megkérdezzük a jelentkezőtől, hogy vállalna-e vagy érdekli -e a az intenzív képzés lehetősége, és amennyiben a létszámok ezt lehetővé teszik, akkor már eleve így történik a képzésnek a szervezése. Mit jelent a duális képzés? A duális képzés a nappalisokhoz hasonló szisztéma szerint működik a felnőttek számára is, tehát a duális képzőhelyek a szakmai oktatásnak, a szakirányú oktatás részében a szakmai órákat tudják, a régi klasszikus szóhasználat szerint elméleti és gyakorlati órákat is akár tudják oktatni a jelentkezőknek. Jellemzően azért a vállalkozások nagy része inkább a, a régi gyakorlati típusú foglalkozásoknak az oktatását szokta vállalni, és az elméleti ö, oktatást azt meghagyják a szakképzőiskola elméleti oktatói számára. Úgyhogy így a, a képzés az tulajdonképpen két helyszínen zajlik, egyrészt az iskolában, másrészt pedig a gazdaság szereplőinél, egy duális képzőnél. A felnőttek szakmai oktatása, Anikó, milyen időpontban történik? Hát ugye ez délután alkalmazkodva a felnőttek egyéb elfoglaltságaihoz. A mi iskolánkban tipikusan erre heti három délután van kijelölve, szerd a csütörtök péntek. Ez ugye változhat, gondolom, más iskolákban ahhoz képest, ahogy, ahogy ez nálunk működik. Jellemzően óraszámtól függően délután három-négy óra körül kezdjük el az órákat, és akkor körülbelül este kilenc óráig tartanak. Nem minden képzésnél van ez a három nap, tehát tipikusan az a jellemző, hogy egy adott szakmát tanuló diákok heti két délutánon vannak benne. Ez megy az első fél évben, aztán utána a második fél évtől, a második évben. Ez változik, hiszen a duális képzőhelyen nem biztos, hogy pont Igen. akkor vannak beosztva, de hát ez ott mindig a duális partnerrel való egyedi megállapodásoktól függ, hogy ki mikor megy a gyakorlat teljesítésére. Bilannálatok sem érinti ez a hétvégéket? Nem, ha csak nagyon-nagyon nem erős a kérés a csoport részéről, hogy ők csak úgy tudnának a munkahelyükkel összeegyeztetni időpontokat, hogy szombaton szeretnének jönni, de eddig erre még nem volt példa. Tehát jellemzően nálunk is a három délután, ez a három és nyolc óra közötti időpont az, amikor heti három nap zajlik a felnőtteknek a szakmai oktatása. Hány éves kortól lehet jelentkezni? Tulajdonképpen a felnőttek oktatására már a tankötelezettség teljesítését követően lehet jelentkezni. Jellemzően azonban nem ez szokott azért az életkori sajátosság lenni, hanem inkább a 20-as éveikben járó fiatalok azok a legfiatalabbak, akik jönnek, és hát a, a másik végén az életkornak nincs korhatár. Nekünk például tavaly a legidősebb diákunk egy 65 éves hölgy volt, aki asztalos szakmát tanult, úgyhogy teljesen Korlátlan igazából a, a beiskolázás felső korhatára. És gyakori, hogy valami teljesen más szakmából jönnek, például egy orvos, és mondjuk villanyszerelőnek tanul? Hát ez pontosan az a példa, amit mondtál, ami az életből is származik, hiszen több orvos is végzett villanyszerelőként nálunk az elmúlt években, de akár a rendőrségtől is jönnek különböző szakmákat tanulni, sőt a legkülönbözőbb szervezetektől egyetemi oktatók is időnként szeretnék bővíteni a saját tudásukat, és hát ebből adódóan választanak olyan típusú képzést, ami, ami úgy gondolják, hogy számukra hasznos lehet itt, gondolok például a vegyészteknikusra, hiszen azt jól tudják használni majd a, a munkájuk során. Úgyhogy nagyon-nagyon vegyes a, a merítés. Hol és hogyan lehet jelentkezni, Anikó, hozzátok? Hát nálunk a jelentkezés alapvetően online zajlik. Az online felületeinken van egy gyakorlatilag egy kérdőív, amit a hozzánk jelentkező ki tud tölteni, és akkor itt már az alapadatokat megadja illetve azt a szakmát megjelöli, amit elsősorban, másodszorban, vagy harmadsorban szeretne tanulni, abban az esetben, ugye, hogyha a létszám alapján összegyűlik a csoport, és akkor el tudjuk indítani a képzést de természetesen sokan vannak olyanok, akik, hát sokan többen vannak olyanok, akik telefonon vagy akár személyesen is bejönnek az iskolába. Tipikusan nem tudom, augusztus második felében szoktak ilyen 5-6 óra körül besétálni, és akkor kérnek jelentkezési lehetőséget, tehát papír alapon is meg lehet ezt tenni. Az online felületeink, azok a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, ezek mindig elérhetőek. De gondolom érdemes már most jelentkezni, hiszen vannak olyan szakmák, amik nagyon gyorsan megtelnek. Mik ezek? Hát nálunk most, amiben nagyon előre járunk már a jelentkezésben, még különösebb hirdetések nélkül, ez a sportedző, sportszervező, nagyon sokan szeretnének lovas lovasedzők lenni továbbra is, ott, ott már egy elég szép csoport alakult ki. Igen, érdemes most jelentkezni, ez nekünk is könnyít egyébként azon, hogy jobban látjuk, jobban tervezhető, hogy szeptemberben az adott képzést ténylegesen el tudjuk-e indítani. Nálatok, Béla, a Móravárosiba hogyan tudnak jelentkezni? Nálunk is hasonló csatornák működnek, a személyes jelenlét mellett ugyanígy működik nálunk is az online. A honlapunkon a képzések menüpontban megtalálhatók a jelentkezési lapok. Ezek letölthetők akár word formátumban is, ha valaki úgy szeretné kitölteni, és utána visszaküldi hozzánk, de természetesen az online felület is ugyanúgy működik, tehát gyakorlatilag bármilyen megoldással el tudnak bennünket érni. Milyen arányban tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon a nálatok végzett tanulók? Ugye alapvetően a turizmus vendéglátás ágazatban ott gyakorlatilag azonnal főszívja őket a munkaerőpiac. Tehát Mórahalmon, ugye az egészségturizmus miatt ez egy, egy óriási igény mutatkozik a, a végzett szakemberekre különösen pincéreket keresnek, és különösen a nyári időszakban, de egész évben is keresnek szakácsokat, tehát több a vendéglátóhely pillanatilag is, mint a szakember, tehát még a, a bent lévő diákjainkra is hatalmas igény mutatkozik. A másik ugye szintén az egészségturizmus, turizmus miatt a rehabilitációs terapeuták is nagyon gyorsan megtalálják a helyüket. És itt azért külön kiemelném, hogy egy gyógymasszőrnek ugye lényegében a két kezébe kerül bele a szakmája. Tehát nagyon sok masszőr vállalkozóként is dolgozik, tehát ők már azonnal tudják kamatoztatni ilyen formában is a megszerzett tudásukat. Na, Béla, milyen lehetőségük van? A városi szakmai zömében kétkezi szakmák, és ebből adódóan olyan cégeknél, vállalkozásoknál, gazdálkodó szervezeteknél tudnak elhelyezkedni, ahol ezt a fajta kétkezi munkát igénylik. A hegesztőknek például hatalmas, nagy munkaerőpiaci lehetőségeik vannak, vagy gondolok itt az épületgépészetre, itt a közelünkben a Magyar villamos művek különböző tagvállalatai, azok, amelyek várják nagy létszámban akár a központi fűtés-gázhálózat rendszer szerelőket, akár a hűtés-légtechnikai rendszer szerelőket és hát ott vannak azok a nagyobb foglalkoztatók még, ahol például a vegyész technikusaink nagyon nagy számban tudnak maguknak munkahelyet találni, mint az egyetem, vagy a különböző teipari üzemek, vegyipari üzemek, vagy akár a, a szépészeti termékeket előállító, kozmetikumokat előállító különböző vállalkozások. Ezeknek mind-mind komoly Anyagi lehetőségekkel is kecsegtető állásajánlataik vannak a végzettek felé. És mivel a felnőttek alapvetően többféle motivációból adódóan kezdenek szakmát tanulni, ezért van, aki már a saját cégétől érkezik, és így neki a munkaerőpiaci foglalkoztatása viszonylag egyszerű és gyors, hiszen a saját cégénél marad csak a tudását bővítve fog tudni magasabb színvonalon munkát végezni. Akik viszont váltani szeretnének, és ezért tanulnak szakmát, azok pedig hát már a kezdőként, sok esetben vállalkozóként fognak nekiindulni a munkaerőpiacra. Például a szépészetben nagyon sok esetben önfoglalkoztatók lesznek ugye ezek a végzett szakemberek, és akkor nyitnak egy szalont, vagy egy, egy szalomban helyezkednek el, és ott végzik vállalkozóként a, a saját szakmájukat. A szakképzésben volt néhány változás, ami a szakmák neveit illeti. Tudnál erre példát mondani a ti esetetekben? Hát ugye az egyik nagyon fontos e, ilyen változás, hogy e, gyűjtő néven a gyógymasszőrt és a fizioterápiás asszisztenst rehabilitációs terapeutaként e, nevezzük meg, illetve hirdetjük. Itt nagyon fontos tudatosítani azt, hogy végül a kimenetnél gyógymasszőr lesz az illetőből, vagy fizioterápiás asszisztens. Nálatok, Béla, van esetleg ilyen szakma? Nálunk talán a szárazépítő az, ami a leginkább ehhez a kategóriához tartozik, hiszen nem mindenki tudja, hogy egy térelválasztással, illetve egy belső szerkezet kialakítással kapcsolatos feladatokat lát el. Régen más is volt a neve, most az új szakmai jegyzék szerint már így hívják. Beszélgetésünk végére érve, hadd kérdezem meg, hogy van-e valami sikertörténet, amit szívesen elmesélnétek az elmúlt évekből? Béla? Hát nagyon sok van. Nem is egyszerű választani, hiszen akár szakmai versenyekkel, akár vállalkozóvá vált egykori diákjainkkal tudnék példálózni, Én mégis most egy olyat szeretnék megosztani a nézőkkel, hallgatókkal, ami, ami egy picit más, hiszen a legek kategóriájába tartozik. Ma Magyarországon a felsőoktatásban a legfiatalabb tanszékvezető épületgépészet területen, az, ami egykori diákunk, dr. Cakó Balázsnak hívják, 2009-ben végzett itt a Móravárosiban épületgépész technikusként, utána Pécsi Tudományegyetemre került, és ott szerzett gépészmérnöki diplomát, ma már könyvet írt, létesítménymérnök, és a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karán az épületgépészeti és létesítménymérnöki tanszéknek ő a vezetője 32 évesen. A felnőttek szakmai oktatásával kapcsolatban is vannak sikertörténetek? Igen, különösen azokon a területeken, ahol a, a munkaerőpiac nagyon igényli a kétkezi szakembereket, ilyen például az építőipar. Két évvel ezelőtt hirdettük meg a felnőttek számára előzetes tudás mérés alapján egy rövidebb képzési idejű képzési formát, ez pedig az építőipar több szakmájában, így elsősorban a szigetelő, illetve a szárazépítő és a burkoló szakmában került meghirdetésre, és mivel nagyon sok olyan szakember dolgozik, ma Magyarországon az építőiparban, akiknek nincs meg a megfelelő szakmai végzettségük, de 10-20-30 éves gyakorlattal már rendelkeznek a szakma területén, ezért egy előzetes tudásméréssel őket fél éves képzési idővel tudtuk szakmai végzettséghez jutatni, és 60 szakember végzett itt a Móravárosiban, és mivel ezek a családtámogatási rendszer elemeihez kötődő megrendelések nagyon széles körűek, ezért ők most már számlaképesen, akár vállalkozóként is tudják ezt a tevékenységet szabályosan végezni. Nálatok, Anikó? Három évvel ezelőtt bocsájtottuk ki az első végzett felnőtteket az iskolából, és én inkább azt tudom elmondani, most egyelőre ilyen nagy számokkal még nem büszkélkedhetünk, azt tudom elmondani, hogy hogy több olyan felnőtt van már, aki akár Mórahalmon a saját vállalkozásában, a saját cégénél, illetve át a helyi munkáltatóknál dolgozik, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk tőlük, ezzel, hogy megtalálták az útjukat, és megtalálták azt a szakmát, amit amit tényleg szívesen csinálnak. A ti iskolátok esetében fontos kihangsúlyozni, hogy nálatok kollégiumi ellátás is van. Így van, igen, ami a nappali tanulóknál egyértelmű, de a felnőtt képzési jogviszonyban lévő tanulókat is tudjuk fogadni, bár nekik fizetniük kell a kollégiumi ellátásért, de ez ugye nem akadálya annak, hogy valaki tanuljon, hiszen ha heti két-három napot ott tölt az iskolában, és akár távolabb is lakik, de szeretne egy olyan szakmát elsajátítani, amit nálunk lehet megtanulni, akkor van lehetőség erre, hogy felnőttként a kollégiumban is térítés ellenében lakhasson. Köszönöm az iskolák bemutatkozóit. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Számos információval lettünk gazdagabbak. Aki szeretne, az látogasson el az iskolák honlapjára, vagy nézze meg a www.szakképzésszeget.hu weboldalt. Köszönjük a figyelmüket!